Johnny síelni viszi a családot. Továbbra is maradjatok velünk, ha meg akarjátok nyerni a Tessék csak tűnj el a havas lejtők nyereményünket, aki meghallja a Borkrádió szignálját. És először hív! Halló! Hat személyes utat nyer! A Porkbeli síparadicsomba, ahol 100 pálya van, 8 félcső, és idén nyitott meg a Behemót. A valaha besíjelt fekete pályák királya a hegy tetején, Szűzhóa! Csóri megnyeri ezt az utat! Ebből a DNS-ből, amit a Gil párnájáról szerzett hajszálból nyertünk, megalkothatjuk a saját Gilünket a hip-hop klón segítségével. Hogy nyerjek meg egy rádiós vetélkedőt a Porkbeli síparadicsomba? Telefonálj 30 telefonról, így megsokszorozod az esélyeid. A klónozás befejeződött. Kész! És itt van Gil! Macskája, aki utál minket. Nem, Johnny. Minden telefonra szükségem lesz a 10-es, 10-30-as, 11-es, 11-20-as konferencia hívásaimhoz. Hozd a magnót! Felejtsd el, szívem. Nem dőlök be a szuper szomorú nézésednek. Jól van, tessék! Vidd el mindet! Csak ne nézz így! Büdi, figyeld a szignát és készülj a tárcsázásra! Megvan a nyertesük! Igen! Nyertem! Nem! Örülök, hogy nyertél, Johnny! De nem csomagolhatunk és indulhatunk el síelni ma! Jól van, elviszlek! De beszéld rá a nővéreidet is, mert nem hagyom őket itthon a tegnapi robbantgatások után. Anti-Johnny nézés szemüveg 100%-osan blokkolja a kisugárzásot. És nem akarunk síelni menni, mert végre szereztünk egy gilhajszálat egy fésűről, amit a szobájában találtunk. Befejeződött. Ó, az egy kutyakefe. Ha eljöttök a síparadicsomba, elhívom Gilt is, és végre megszerezhetitek azt a hajszálat. Vagy menjünk, hódítsuk meg a Behemótot. Hallottam, hogy szuper. Haj, mint a vétel a lézeres bionikus kábvágóval. Johnny, ne felejtsd el a sisakot. Mi a B-terv? Nézzétek, valaki beijedt tőle. Ez annyira gáz, velem soha nem történhet meg, mert én a Behemót meghódítására születtem, és semmi sem állíthat meg. Akkor az alján találkozunk. Ne olyan gyorsan, kisfiú! Ezen a pályán 13 év alatti gyerek szülő nélkül nem síelhet. Uram! Fiam, tudod, hány 13 év alatt néz rám egy nap ilyen szemmel? Immun is vagyok, de a zenétek tetszik, Csajkovszki. Beethoven. És mi van velem? Nekem enyhe fili hajhullásom van. Igen, igen, te mehetsz. Jól van, ezt megérdemeltem. Úgy volt, hogy együtt megyünk. Igen, és többé nem hagylak egyedül. Most menj és nézz szomorúan apádra, hogy eljöjjön veled.
egy hajszerző elektromos madár. A titánium csőr bármilyen kemény sisakon át tud hatolni, és szerez egy hajszálat. Gyűjtő. Ő pedig az egészből csak annyit észlel, hogy megtámadta egy furcsa madár. Kész! Sajnálom, most tanulok csak síelni. Hagyjuk a biológiát. Képes vagy rá, szívem. Tudom, hogy kibírod. De én nem síelek le a behemóton. Egyszer lejöhetünk a behemóton, egyszer. Azt ígértem, együtt síelünk, de a behemót fantasztikus! Még mindig kiráz a... Ezt is megérdemeltem. Nekem pedig új tervem van. Meghódítom a behemótot! Elbújunk a fák között a pályafelügyelő elől, aztán lejjebb becsatlakozunk a pályába, és betörjük a behemótot! Zseniális! Eltekintve a vigyázz medvék táblától! Nézd, gúj! A medvék ilyenkor alszanak. Amúgy is elég buta állatok. A medvék olyan buták! Porkbeli síelők. Ez a mai utolsó csúszás, és az utolsó lehetőség a behemót meghódítására. Jaj ne! Muszáj lecsúsznom! Igen, Johnny! Hihetetlen! A 8 kilométer hosszú hófötte lejtő, extrém kanyarokkal és a végén azzal a sínsánccal, amitől úgy érzed magadat, mintha magasan repülnél és... Zavar, hogy mesélek róla. És kitaláltam, hogy járhatok túl a felügyelő eszén, és juthatok a pályára. Te tartod a kötél egyik végét, én a másikat, és amikor Gil lejön, felrántjuk és elbuktatjuk. Leesik a sisakja, és akkor kitépem egy szálhaját a fejéről, és megalkothatjuk a mi saját Gil klónjainkat! Nem fog fájni neki? Félek, hogy egy kicsit megbudjantál. Macskák nyalogattak, kutyák kergettek, egy béna fickó elgátolt, és egy madár felrobbant a kezemben. De én akkor is megszerzem azt a hajszálat! Ideiglenes megbudjanás. Jól van, benne vagyok. Johnny, bejutottál. Akkor az alján találkozunk, haver. Ne azt várnám! Utoljára mondom, el a hegyemtől! Nem jársz túl az eszemen, mert én vagyok a pályafelügyelő. Senki sem léphet át, mert ez az én hegyem! Az én hegyem! Jól van, eleget kapott. Gyerünk, mindannyian! Lesiklás! Az alján várlak! Ezt nem hiszem, haver. Itt jön! Húzd! Aha! Most végre megvagy! Erre nem számítottam! Jól vagyunk! És biztonságban! Igen, de az utunk még nem ér! 5 óra van, síbarátok! A porkbeli síközpont ezennel bezárt! Csak meg kell találnunk a gyerekeket, Güdit, és hazajutnunk! Itt is vannak! Jó volt síelni? Úgy síeltem be a behemótot, anya, mint még senki más. Nekünk pedig itt van élhaja. Igen. Kő
Kösz, hogy eljöttetek velem. Mi köszönjük, hogy elhoztál, mert ezzel a hajszállal végre lehet egy saját bejáratú gilünk. Igen, gondoltam. Johnny legyőzi a Port Nessie szörnyet. Hello nyár, hello forróság! Egy hűvös fuvallat jő, ha értitek a viccet. Ma 35 fok lesz. 35 fok? Nem gond. Itt a városi strand. Mehetünk! Gyerünk a partra! Már van a ricslos fürdő a kertünkben! Az ivóvíz kifogyhat, nincs víz! Sajnos fel kell adnunk. Sajnálom, gyerekek, itthon kell maradnotok és itt izzadnotok. Nincs egy hely Portbelliben, ahol egy fiú, a kutyája és idegesítő nővérei úszhatnának! A Port Nessie tó, a vize hűvös, frissítő. És nézzétek, kötélhinta! És a Port Nessie szörny felfal minket, és a turistákat. Remélem mindannyian élvezik a Flink exkluzív vízi kirándulást. És felkészültek a híres Port Nessie szörny látványára. Felejtsd el, Johnny! Évek óta nem fürdött senki ebben a tóban, mert egy ember és kutyavő szörny lakik benne! Ugyan már! A Port Nessie szörny csak legenda. Tudományosan bizonyított tény, hogy nem ragadhatott itt egy ősi plesiosaurus. És ne felejtsenek el sokféle Port Nessie szörny szuvenírt vásárolni maguknak és a családtagjaiknak a Flink féle Port Nessie tavi híres turista boltomban! Hallod? A szörnynek turista boltja van. Ha ajándék boltja van, akkor valódinak kell lennie. Igaz? Kijön haza? Indulhatunk. Kitaláltam. Ti úsztok egyet a tóban, és ezzel bebizonyítjátok, hogy nem létezik a szörny. Csak nem féltek. Azt mondtátok, hogy csak legenda, hogy lehetetlen. Idekint 40 fok van, és belehalunk a melegbe. A víz alatti kameránkkal és átvilágító berendezéssel bebizonyítjuk a városnak, hogy a Port Nessie szörny csak kitaláció. Menjetek a vízbe! Jól van, biztonságos. Ugorhatom! Én bele nem megyek. Félig juhász kutya vagy, de a másik feled egy csirke. Jó, maradj itt, és irigykedj. Csúlamanga! Jó, becsaptál. Igen, de nyugi, nincs semmiféle. Látod, a radar nem mutat semmilyen lényt, csak ronda növényeket és gyökereket. Ez mi volt? Szép munka, Hill. Így könnyű lesz a turistákat újra vásárlásra csalogatni. Hé, hey, a Port Nessie szörny fényből van. És ez a Flink elvű fickó csak pénzt sikar ki a turistáktól. És megfosztja a gyerekeket egy szuper jó úszási lehetőségtől. Na és most mi a terved? Egyszerű, megnyomkodom ezeket a gombokat, hogy a szörny közelebb kerüljön a parthoz, és mindenki lássa, hogy hamis. Flink elmenekül a városból, és újra miénk a tó. Piros gombot! Az soha nem szabad. A piros gomb rossz, a zöld gomb a jó. Szörnykilövő állomás? Fém alkatrészek. Tudtam, hogy csalás. Ettől még meg kell találnunk a hamis szörnyet, felrobbantanunk és bebizonyítanunk, hogy zsenik vagyunk. Akkor mire van a kék gomb?
Mi folyik itt? Ennek nem kellett volna működnie. A szörny felfal mindannyiukat! Hívjanak segítséget! Nincs valami, amit megtámadhatnánk, vagy felrobbanthatnánk, vagy harcolni kellene érte? A parkneszi szörny kiszabadult? Fuss, ha kedves az életed! Úgy tűnik, a szörny nem ért fel simán a felszínre. Igaz, de így a katonaság kijön, felrobbantják a szörnyet, és végre úszhatunk. Ez mi volt? A szörny megevett minket! Keres egy szájnyitókart! Nyisd ki valahogy a száját! Nem működik, nem működik, nem működik, nem működik. Akkor itt a piros gomb ideje. Nem, ott egy joystick, az jó lesz. Menj, használd azt, menj! Vezetem ezt az izét. Átra menet. Kijön a katonaság, és elpusztítják a szörnyet. Igen, de van egy kis gond. Benne vagyunk a szörnyben! Ne aggódj! Lerázom őket! Semmi ok a pánikra! A szörny álmokfutását nyugodtan végignézhetik a bombabiztos Porkneszi szörny szuper ajándékboltomból, és közben vásárolhatnak. A katonaság nem lőne egy ajándékboltra, ami tele van emberekkel. Rakéták a kilőni! Meneküljünk! Semmi ok a pánikra! A katonaság nem talál ránk az erdőben. Átfésülj az erdő! Meneküljünk tovább! Katonaság soha nem lőne egy sűrűn lakott területre! Célpont a sűrűn lakott terület! Johnny! Jól van, a katonaság soha nem lőne egy játszótérre! Célpont a játszótér! Nagyon el akarják pusztítani a szörnyet! Gyorsabban! Fuss gyorsabban! Fújjunk el a tóban! Hol lehet az a csaló szörny? Hová tűnt? Kit érdekel? Megvan a bizonyíték! A szörny átugrik a gáton, de mi az utolsó pillanatban kiugrunk belőle, a szörny megsemmisül, és végre úszhatunk a Porkneszi tóban. Jó, akkor hogy csináljuk? Arról fogalmam sincs! Nyomj meg valamit, hogy kiussuk végre innen! Ne a piros gombot! Már csak ez maradt! Célpont beállítva, uram! Tíz! Most már mi bajunk lehet? Imádom a piros gombokat! A szörnyemnek és a boltomnak is vége! Örökre, örökre vége! Igen! És hála a katonaságnak, a Porkneszi tó újra vidám szórakozó hely lett! És végre félelem nélkül úszhatunk benne! Két légy a Porkneszi lagunából! Mutasd! De előbb ne felejtsd!
felejtsenek el emlékbe vásárolni egy parkbeli Laguna pólót! Miért futnak el? Bebizonyítottuk, hogy nincs szörny a tóban. De igen van. Ti vagytok azok. Elő a gyári rokon eszközökkel! A Parkneszi tó tényleg király. Csak itt tovább, emberek!